Üdvözöllek! Ebben a videóban egy szerintem hasznos programmal ismerkedünk meg. Ez a Coolbarz névre hallgat, és hát letölthető több helyről, például itt a SoftPDA-ról is. Hogyha rákeresel, akkor ide jutsz, és akkor innen le tudod tölteni. Itt van a download. Én ezt már tulajdonképpen letöltöttem, és telepíteni azt nem kell, csak kitömöríteni, egy zipben tölthető ez le. Én ide kitömörítettem, programok rendszer Coolbarz. Ez úgy működik, hogy a normál Windows tálcán kívül több helyen létre lehet hozni. Hát tulajdonképpen a tálcához hasonló dolgokat. Nézzük meg ezt a gyakorlatban szerintem, és akkor ez egyértelmű lesz. Ezt el kellene indítani, hát egy darab Excel van, úgyhogy ez nem okoz problémát. És tulajdonképpen 4 ilyen tálcaszerű dolgot lehet megjeleníteni. Most 3 van engedélyezve, ide kattintunk a preview-ra, akkor látható, hogy meg is jelennek ezek. Persze most még üresek, de ezeket fel lehet tölteni különféle dolgokkal. Nem muszáj persze 3-at vagy 2-t. Lehet egyet is engedélyezni mindösszesen, és akkor itt be lehet állítani, hogy melyik monitoron jelenjen meg, már hogyha több monitorunk van. Most mivel csak egy van, ezért nekem azon beállítva értelemszerűen, illetve a pozíció, left az a bal oldal, a top az a teteje, right az a jobb oldal, és a bottom az pedig itt alul a tálca fölött tulajdonképpen. Van egy ilyen, hogy style, hát ezzel különféle ilyen megjelenésbeli dolgokat be lehet állítani. Például ennek a sávnak a színét át lehet állítani Coolbarz-kal. Persze egy tetszőleges szín beállítható igazából, de most én akkor egy ilyet állítanék például. Sőt, igazából ennél szerintem halványabb lenne a jó. Így például. Meg hát itt vannak különféle beállítási lehetőségek, színbeállítási lehetőségek. Úgy gondolom, hogy ezzel mindenki el tud kísérletezgetni. Illetve itt a keretet azt lehet engedélyezni, vagy letiltani, hát kinek hogy szimpatikus. Aztán be lehet állítani azt, hogy milyen ikonokat használjon, mekkora ikonokat. Látható, hogy egy ilyen 4 irányú beállítás van, nyilván arra vonatkozóan, ahol el van helyezve ez a sáv. Most akkor először szerintem nézzük meg így, ahogy van. Itt ezzel a preview-val egyébként ezt meg lehet jeleníteni, avagy el lehet tüntetni. Mármint ez egy ilyen előnézet, meg tudjuk nézni, hogy ilyen néznek ki. Options, induljon a Windows-zal a Coolbarz. Hát ez éppen hasznos lehet, hogyha valaki folyamatosan szeretné használni. Aztán van ez az Always Activate Coolbarz, és akkor hát nézzük meg most akkor először is így, close. És látható, hogy ez itt eltűnt, de hogyha közelítünk a bal oldalhoz, akkor megjelenik. Hogyha kattintunk erre jobb egérrel, akkor itt különféle beállítások megjelennek. Egyrészt itt be lehet állítani, hogy hol szeretnénk ezt megjeleníteni. A bottom az nyilván alul jelenik meg, és ami szerintem szimpatikus ebben ilyenkor, hogy itt egész nyugodtan, ami alatta van, azt mi tudjuk használni egészen addig, míg a tálcát el nem érjük, akkor ez megjelenik. De igazából, ha jobb egérrel kattintunk, akkor itt a Coolbarz részben van ez az Always Visible. Ezt válasszuk ki, és akkor ez mindig látható lesz. Persze ezt ilyenkor át lehet helyezni, hogyha itt nem lenne jó. Left például bal oldalra, csak most eltűnt. Ismét engedélyezem, hogy mindig látható legyen, és akkor ez itt van mindig. Hát nem tudom, talán itt a tálca fölött a legjobb. Ott nem igazán zavaró, úgy gondolom. Tehát alulra, és akkor, hogy ne legyen mindig látható. Ilyenkor ez szépen eltűnik, de ha nekünk szükségünk lenne rá, akkor ide közelítünk a tálcához, és akkor megjelenik. Hogy kell akkor ezt használni? Hát ide ráhúzhatunk különféle dolgokat, vagy pedig jobb egérrel kattintunk, amikor megjelenik, és itt a hozzáadással betallózhatunk valamit. Én ennél jobban szeretem azt a lehetőséget, hogy ide ráhúzok valamit tulajdonképpen egy fájlkezelőből, mondjuk most ebből. Hát a bal egeret nyomva tartva fogom, elkezdem ide húzni, megjelenik ez a Coolbarz, és akkor itt e fölött, nem a tálca fölött, hanem e fölött felengedem. Már is megjelent itt. Közelítünk a tálcához, akkor ez elérhető, kattintunk rá, és akkor hát látható meg is nyitja a Windows. Most ez egy TXT, de hát nyilván ez lehet bármiféle dokumentum, például a Word vagy Excelben egy táblázat, hogy akármi igazából, akármilyen fájl lehet. De ide ráhúzhatunk egy programindító exe-t is. Látható, hogy most akkor az is megjelent. Ilyenkor már nem teljes szélességében jelenik meg, de hogyha itt kiválasztjuk az, hogy stretch, akkor Látható, hogy szépen kihúzza a teljes szélességébe ezt a sávot. Ez megint igazából igény kérdése, aki ezt nem szeretné, az ne engedélyezze, és akkor csak addig nyújtja szét, úgymond, amíg van benne tartalom. Hát kinek melyik a szimpatikus. Ezt be lehet így állítani, vagy akár középre is lehet tenni, hogyha ez így valakinek szimpatikusabb. Így most akkor teljes egészében látszik. És akkor itt van egy program, hogy ide húztunk, ez is elindítható. De ide akár lehet képeket, vagy bármit igazából rátenni. És akkor jobb megér Settings. A Coolbarz-t kiválasztva. A Large Icon-t ezt le lehet tiltani. Kiveszem, Close, és akkor hát látható, hogy kis ikonokkal jelenik meg. Ennek az az előnye nyilván, hogy több elfér egymás mellett. Viszont hát elég kicsi. Ezért nem feltétlenül jó ez így. Amúgy ezt ugyanúgy jobbegére rákattintva itt van a Large Icons, szintén ezt lehet engedélyezni. Tehát lényegében ez tulajdonképpen így működik, Settings jobbegér után, és akkor hát hogyha szeretnénk, akkor még továbbiakat be tudunk állítani. Close, és hát látható, hogy ahogy közelítünk a tetejéhez, szépen megjelenik itt is. Tehát ebből összesen akár 4 is használatba vehető. Annyit engedélyezünk, amennyire éppen szükségünk van. Illetve ezt persze le is lehet tiltani így. Valamint itt a különféle tulajdonság, vagy a stretch, hogy húzza szét teljes szélességébe, ahogy az előbb láthattuk. Ezeket a dolgokat tulajdonképpen itt is lehet szabályozni, értelemszerűen ki van ez így osztva, vagy melyikre vonatkozzon az adott beállítás. Meg van az a fade-in, ezt akár ki is lehet kapcsolni. Nézzük csak meg, látható, hogy rögtön megjelenik. Hát tulajdonképpen szerintem ez így talán jobb is, mert nem kell várni kicsit sem arra, hogy ez megjelenjen. Ha jól emlékszem, itt ezt nem nagyon lehet közvetlenül szabályozni, csak a Settingsben. Hát igazából itt sem olyan nagyon nagy idő. 10.000 másodperc van tulajdonképpen. De ha megnézzük, azért mégiscsak valamennyit várni kell. Ami lehet, hogy valakinek zavaró. Hát, hogyha ez így lenne, akkor ezt itt Settingsben ezt le lehet tiltani, és akkor azonnal megjelenik. Illetve akár ezt középre is lehet lazítani. Bár akkor ebben az esetben, mint látható, eltűnt a teljes szélessége. Illetve itt van még egy lehetőség, hogy ezen a sávon lévő elemek rendezése. Valamit kiválasztunk, és akkor ide a felnyíllal lehet ezt szabályozni. Itt rögtön látszik is egyébként ennek az eredménye. Vagy pedig legfelülre, vagy legalulra, illetve akár törölhető is. Save. De hogyha egyébként a jobb megérelre kattintunk, akkor itt van a szerkesztés, vagy eltávolítás. Az edittel tudjuk szerkeszteni. Egyrészt a nevét, másrészt, hogy mire mutasson, milyen fájra, programra mutasson. Ha nincs erre szükségünk, akkor ide jövünk, és akkor Exit jobbegér után.